Tisztelt Algyőiek, az előző bejelentkezésem óta egy hét telt el egész pontosan, hiszen múlt hét szerdán vettük fel azt az anyagot, ami először az Algyői Kábel TV-n ment le, aztán pedig tegnapi nap folyamán, ahol emlékszem, hogy hétfőn fölkerült az internetre is. És nyilván az ott elmondottak sok mindenben, úgy történtek, ahogy ez ott elhangzott, viszont nyilván egy hét alatt is történt pár olyan dolog, illetve egy nagyon fontos dolog, amit én úgy gondolom, hogy át kell beszélnünk, tájékoztatnunk kell róla önöket. Miről is van szó? Az előző bejelentkezésemben azt fővázoltam, hogy a költségvetésünkben a dologi kiadások és a fejlesztések területén durván 305 millió forintot fogunk átcsoportosítani. És azt is elmondtam, hogy mert akkor már látszott, hogy a személyi kérdéseknél, személyi ügyekben megpróbáljuk tartani magunkat ahhoz, ami van. Nem fogunk, tehát azt nem tervezzük nagyon erősen, hogy bármilyen szempontból is személyi kérdésekben döntenénk. Hát ez egy héttel ezelőtt volt, akkor is jeleztem már, bár számokat még nem láttunk egész pontosan, hogy azért van olyan terület, elsősorban olyan cégünk, ahol igen súlyos a helyzet. Hát egy hét alatt annyi történt, hogy sajnos ez a helyzet ez biztossá vált, hogy igen súlyos, és nem találunk egyelőre ennek a helyzetnek a megoldására. Semmi jobbat, mint ami a tegnapi nap folyamán történt. Ezt el fogom mondani röviden, hogy mi a helyzet. Először arról kell beszélni, hogy további költségvetésünket érintő kérdések, azok hogyan alakultak az elmúlt egy hétben. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az a 305 millió forint, amit átcsoportosítunk, ez papíron nagyon jól néz ki. Papíron a költségvetésünk abszolút rendben van, így és stabil. Viszont a kormány intézkedéseinket most meghozott, ugye az elmúlt időszakban, ez úgy néz ki, hogy jóval nagyobb hatással lesznek ránk, mint amit egyébként szerintem sokan sejtenek vagy tudnak. Nem csak ránk, az összes önkormányzatra. Én úgy gondolom, hogy tegnap már előbukkantak azok a cikkek, ahol jelzik polgármesterek több nagyvárosból, közepes városból, kis településről, hogy itt nagy gondok lesznek az önkormányzatok terén. Több oka van ennek, én most az algyői érintő legfontosabb okokról fogok beszélni. Azt elmondtam már, hogy a 23 millió forintos épjárműadó elvétel ez papíron a költségvetésünket nyilván nem rázta meg. De ezt a 23 millió forintot át kell utalnunk. Azt is elmondtam, hogy a kormány nem függesztette fel a szolidaritási adónak a behajtását. Ez nekünk összesen ebben az évben 270 millió forintot jelent, amit be kell fizetnünk, sőt inkasszózza a számlánkat, tehát nem tudjuk még csak megúszni sem. Ez havonta, most jelen pillanatban átlagban minimum 21 millió forintot jelent, amit be kell fizetnünk, hatodik haszakad. A harmadik és talán legfontosabb döntés, amit én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy vagy nem mérte fel a kormány teljes mértékben, milyen következménye lesz ennek a döntésnek, és mindenkire milyen következménye lesz, aki érintett ebben a kérdésben, azt nem merem remélni, hogy szándékos ez a dolog. Viszont meghozta azt a döntést, hogy a cégeknek május 30 helyett szeptember 30-áig kell az úgynevezett bevallást elkészíteni. Ennek része természetesen, hogy az iparizési adó bevételt és annak befizetését is eltolta. Mit jelent ez nekünk, Algyőnek? Ez azt jelenti, hogy az az Algyő, aki állami kormányzati támogatást az általános működésére nem kap, 0 forintot kapunk, nagyon minimális támogatást kapunk az óvodai
föntartására és a szociális intézményünk bizonyos részének a föntartására, de semmi másra nem. Ez az algyő most május 30-áig nem jut bevételhez, sőt május 30-án nem jut bevételhez, sőt szeptember 30-án jutunk leghamarabb iparüzési adó bevételhez. Ez azért nagyon nehéz, mert mi az iparüzési adóból tartjuk fönt az intézményeinket, az iparüzési adóból támogatjuk a cégeinket, az iparüzési adóból fejlesztünk, az iparüzési adóból adjuk azokat a jóléti dolgokat, amivel úgy gondolom, hogy eddig megpróbáltuk a lakosságot segíteni nagyon sok esetben. Támogatásokról beszélek, különböző programokról, stb. Papíron még mindig teljesen jók vagyunk. Egyetlen baj van, hogy nekünk be kell fizetni egy csomó pénzt, de pénz pedig nem érkezik. Majd csak szeptember 30-án. Egyszerű a képlet. Tehát nekünk most egyszerűen nem fér bele, hogy olyan kiadási pluszunk legyen, amit nem terveztünk. És rá is kanyarodnék a fő témámra, ez a Gyevitúr NKFT, és a Gyevitúr NKFT-nél történt, hát mondjuk így, hogy személyi ügyek a személyi kérdésekre. A Gyevitúr NKFT az összes cégünk közül az, amelyik a válságnak a leginkább kitett, őt érintette a legesleg erősebben ez a dolog. Hiszen turizmus és vendéglátásból élő cég, nagyjából március 14-a után mind a turizmus, mind a vendéglátás, lehet ezt mondani, teljesen nullára ment. Jelen pillanatban is azt kell, hogy mondjam, hogy a cég egyetlen egy forrásból él, ez pedig a közétkeztetés. Ebből durván 8 millió forint bevétele van havonta. Ez a bevétel és nem a profit. Erre is majd egy picit kitérek nem soká, viszont azt tudni kell, hogy ez a cég jelen pillanatban 62, ha jól emlékszem, fővel dolgozik, úgy, hogy tulajdonképpen effektíve a közétkeztetésben ennek a töredéke, aki ténylegesen. Megpróbáltuk kihúzni, megpróbáltuk a fürdőkarbantartást előrehozni, megpróbáltunk különböző kisebb karbantartási munkákat, szépítési munkákat mind a hotelben, mind az étteremben, mind a fürdőben eszközölni, hogy húzzuk az időt, megpróbáljuk a dolgozókat ott tartani, megpróbáljuk nyilván nagyjából azt a lehetetlent, hogy hát ha változik valami. Hát ha lesz olyan központi, kormányzati döntés, ami föloldja ezt a karantént, ami a céget is érte. Gondolom, aki járt, kelt a városban még így is, Szegeden erre, arra, vagy bárhol, azt tudta nagyon jól, és látta nagyon jól, hogy minden zárva van. Az éttermektől kezdve az összes szálloda. Illetve, ha nincsen is volt zárva, egyszerűen nem volt látogató. Na most ez minket is elért, és a problémát nyilván azt jelenti, hogy én minden cégvezetőt, ügyvezetőt arra kértem, hogy készítsen egy új üzleti tervet, illetve nézzük meg a számokat, hogy fog alakulni év végére a cég ebben a jelenlegi helyzetben. A Gyevitúr NKFT-t 64 millió forint működési támogatásban részesítettük ugye a februári döntésünkkel, amikor a költségvetést elfogadtuk, ez sem kevés pénz. Viszont a mostani számok már azt predesztinálták, hogy ezt még meg kell tolni legalább 50 millió forinttal, ha minden így alakul. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor az embernek egy iszonyú nehéz döntési helyzetbe kerül. Jelen pillanatban a Gyevitúr NKFT-ben zajló tevékenység, ez a bizonyos szálloda, étterem és fürdő, az a szegmense az algyői életnek, ahol a legkevesebb közfeladat, a legkevesebb olyan feladat van, ami kötelező feladat, vagy kötelezően, magunk számára kötelezően vállalt feladat. A költségvetést látva arról kellett döntsünk, hogy kockáztassuk-e azt, hogy eljön az a pillanat, amikor
kötelező feladatainkat nem fogjuk tudni ellátni. Gondolok itt arra, hogy óvodafönntartás, település üzemeltetés, szociális ellátás, vagy pedig most lépnünk kell. Én úgy gondolom, hogy megpróbálom nagyon röviden és talán szemléletesen elmondani, hogy mi a legnagyobb baj jelen pillanatban a Gyevitúrán Kft-vel. És ez nem új keletű baj, nagyjából azt lehet mondani, hogy a megnyitás óta, ha most csak a Levendulát nézem, 2015 óta, a fürdőnél nyilván 2007, ez az évszám folyamatosan azzal küzd, hogy önkormányzati cégként egy piacorientált, illetve egy profitorientált piacon, hogy tud majd életben maradni. Ez mind a kettőre igaz természetesen. Talán a fürdőre kevésbé, de a hotelre igen. És láttuk az elején, ugye, amikor kiderült, hogy 500 millió forintért még ugye az elődöm víziójából fakadva oda egy szálloda étterem épül, akkor nagyon sokan elmondták, hogy ez így nem lesz jó, nem fog működni. Ez sokszor felmerült, én mindig hárítottam ezt a dolgot, mert én nem szeretek visszamutogatni. Úgy gondolom, hogy az ember tegye a dolgát, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Viszont tény, hogy nyitottunk egy új frontot, ahelyett, hogy a fürdő mellett megerősítettük volna a fürdőt, és nyilván adtunk volna egy jó alapot egy szállodán. Ez a probléma 2015 óta fönt áll. Böcsülebből, az ott dolgozók miatt Isten látja lelkemni, megpróbáltuk ezt üzemeltetni. Négy ügyvezetőt fogyasztott el ez a cég. Azt gondolom, hogy nem kevés ötlet, nem kevés próbálkozás, nem kevés energia, idő van abban, hogy azt a céget, elsősorban a Levendula hotelt és éttermet próbáljuk önkormányzati szinten működtetni. Egy olyan piacon, ahol kimerem mondani, igenis jelen van a szürke gazdaság, igenis jelen van a fekete gazdaság. Mi ezt nem tudjuk megtenni. Mi nem alkalmazhatunk senkit feketén, mi nem szerezhetünk be anyagokat szürkén, itt minden tisztának és egyértelműnek kell lenni. Ez egy óriási versenyhátrány jelen pillanatban. De hogy szemléltessen, mi a baj? De az a legnagyobb baj, hogy jelen pillanatban és eddig is mindig így volt, ha valaki megevett egy rántott húst a Levendulában à la carte, annak egy részét az agyőjek fizették annak a rántott húsnak, mert ugyanis veszteséges volt. Ha valaki eljött Sopronból Algyőre megszállni a hotelba, az ő idejét, az ő itt töltött idejének, a szobájának, a árának egy részét az algyőjek fizették. Ha valaki belépett a fürdőbe és igénybe vette a szaunát, annak az ő szórakozásának egy részét az algyőjek fizették, mert veszteséges. Ezt egy ideig óráig lehet csinálni. Ezt egy ideig óráig lehet finanszírozni, amíg az ember úgy gondolja, hogy van remény arra, hogy ez változzon. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ezt fönntartani tovább 62 ember foglalkoztatásával, a jelenlegi helyzetben, ahol egyébként zárva van az intézmény 98%-a, ezt nem lehet. Nem lehet kockáztatni azt, hogy amiatt, hogy valaki ide jöjjön és mi finanszírozzuk az itt létének egy bizonyos részét, amiatt veszélybe kerüljön egy óvoda, szociális intézmény vagy bármi más. Úgy mondom, hogy aki ezt nem érti meg, annak én többet ennél nem tudok mondani. Nyilván, aki ott dolgozott, vagy dolgozik jelen pillanatban is a Gyevitúrán Kft-nél, annak most nagyon nehéz, nyilván meghozni egy ilyen döntést is nagyon nehéz. Én annyit kértem a vezetőségtől, és ugye itt a képviselőtestületi ülés is volt, egy informális beszélgetés, hogy mi legyen. Több verzió fölvázolódott, hogy mi történjen, mi legyen a lépés, amivel valamit tudunk
segíteni. Még annyi számot azért hagy mondjak, hogy a 8 millió forint bevétel mellé az alaphangon, amikor minden működik, 19 millió forintos bérköltség az, amivel ez a cég számol. Azt gondolom, hogy nem nehéz kiszámolni, hogy milyen hiányt okoz jelen pillanatban ez a koronavírus helyzet. És ezt valakinek nyilván fizetni kell, és csak bérköltségről beszélek, tehát itt még anyagról, meg semmi másról nem beszéltem. Tehát több verzió is volt. Volt egy olyan verzió, hogy kvázi fűnyíró elv szerűen felajánljuk, hogy mindenkinek visszavágja a cég 50%-kal a fizetését, és megpróbáljuk kihúzni ezt a dolgot. Én kértem a menedzsmentet, hogy beszéljék át, mi lesz a legjobb megoldás. Ők azt a javaslatot tették, hogy ne szúrjunk ki a dolgozókkal. Azokkal a dolgozókkal, akik lehet, hogy most el tudjuk húzni egy megfelezéssel, a fizetésük megfelezéssel, lehet, hogy egy hónapig el tudjuk húzni. De mi a garancia arra, hogy egy hónap múlva bármi változás lesz? Semmi. Jelen pillanatban fogalmunk sincs, hogy mi lesz. Annyira kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, mert nem tőlünk függ. Attól függ, hogy éppen mit fognak bejelenteni péntek reggel, péntek délután, vagy bármi más. Jelen pillanatban, és ők azt a javaslatot tették, illetve ők azt mondták, hogy szerintük a legjobb megoldás az lenne, a dolgozók szempontjából is, hogyha most lesz, akit időlegesen, lesz, akit nyilván véglegesen elengedünk, mert ha igénybe szeretne venni a 3 hónapos munkanélküli támogatást, és ezt fél fizetéssel teszi meg, akkor az alapján fogják kiszámolni neki. Ha egész fizetéssel, akkor nyilván 3 hónapig legalább magasabb támogatást fog kapni. Tegnap előtti nap este keresett meg engem ezzel a menedzsment, hogy nekik ez lenne a javaslatuk. Nyilván, mivel ezt a döntést egyébként nekik kell meghozni, és nem nekem, én nekem maximum csak közvetíteni kell egyrészt a képviselőtestület azon véleményét, hogy ezt tovább finanszírozni nem fogjuk tudni így ebben a formában. Én úgy gondoltam, hogy megbízom az ő döntésükben, és azt mondtam, hogy úgy csináljátok, ahogy szeretnétek, illetve ahogy úgy gondoljátok, hogy a legjobb mindenkinek. Ha egy ilyen helyzetben lehet egyetlen a legjobbról beszélni. És ennek eredménye lett az, hogy jelen pillanatban 62 dolgozóból 40 dolgozótól kell megválnia a cégnek, ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen formában is életben maradjon. Ez azt jelenti, hogy lesznek olyanok, akik, ha beindul egyszer valamikor a fürdő, vagy beindul az étterem és a szálloda, akkor lesznek olyanok, akiket valószínűleg vissza fogunk tudni venni. Tehát ez a helyzet, ez lehet, hogy ideiglenes, és nyilván ez tőlük is függ, hogy egyetem vissza szeretnének jönni. De lesznek olyanok, akiket nem. És nem szabad őket hitegetni. Én ez, még hogyha nagyon nehéz is a döntést meghozni. Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy Algyő érdekében nem lehetett más csinálni. És ezt vállalom. Nagyon nehéz, sok esetben nagyon jó, és sok esetben nagyon építő és energiadús polgármesternek lenni, és vannak ezek a helyzetek. Amit azt gondolom, hogy ha valaki mélyebben belegondol, akkor senki nem kívánna saját hátára, meg a háta közepére sem. Én is így vagyok ezzel. Olyan emberektől kell most megválnunk, akiknek egy jó része ismerősöm, barátom, távoli rokonom, akikkel fogok találkozni nyilván. Ezután is, akik közül biztos van olyan, aki most engem hibáztat, vagy engem is hibáztat, van olyan, aki magánemberként segítettem, de most én vagyok a legnagyobb ellensége. Nyilván polgármesterként is, meg egyébként is ezt el kell viselni az embernek, és ezen nem fog tudni változtatni. Viszont nehéz időket élünk, aki ezt még nem érzi, az kapcsolja ki a tévét, és nem gondolom, hogy akár a következő év is ennél sokkal könnyebb lesz. És nem csak Algyőnek, hanem
magánemberként is ezt gondolom. Az, hogy hogyan tudjuk ebben a helyzetben segíteni egymást, és nyilván most azokra az algyőjökre gondolok, akiktől most meg kellett válni, hát úgy, hogy ha még bíznak annyira az önkormányzatban, még bíznak annyira bennem, akkor jöjjenek, és nyilván fogunk segíteni, ha kell, és tudnak, és kell nekik segítség bármilyen formában. Ezt továbbra is tartom. Lesz, aki ezt a videót megnézve megérti a dolgot, lesz, aki nyilván nem fogja megérteni, lesz, aki nem akarja megérteni. Én továbbra is úgy gondolom, hogy a legjobb döntést hoztuk, és a jobb az nem biztos, hogy a legmegfelelőbb szó most ebben az esetben, de összességében remélem, hogy ezt sokan meg fogják érteni. Én arra kérek mindenkit, hogy nyilván vérmérséklete szerint kezelje ezt a helyzetet. Én nem fogok sem magyarázkodni, sem védekezni. Ezt a döntést meg kellett hoznunk agyő érdekében. Aztán majd meglátjuk, hogy ki mire használja ezt föl. Nyilván nem mondom, hogy az én hátam is, meg a lelkem is sok mindent elbír, de nekem ezt kell. Én ezt vállaltam. Én majd biztos túl fogok ezen is. Én is, meg mindenki más ezen túl fog lépni. Azt azonban nyilván mindenkitől, józan gondolkodó embertől kérem, hogy ha bárkinek kétségei, vagy bármi fölmerül, akkor nyugodtan keressen engem, mert a piaci megmondó emberek, meg a Facebook megmondó emberek azok nyilván valamilyen szempontból, vagy érdekből, vagy az információ hiányában fognak nyilatkozni. Én azt gondolom, az információ teljes birtokában vagyok, tehát szívesen elmondok bárkinek bármit. Azt kérem mindenkitől, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy meddig fokozódik ez a helyzet. Optimista azért vagyok, mert úgy gondolom, hogy sokáig nem lehet ezt már fokozni, mert egyszerűen tönkre fognak menni az önkormányzatok. Tehát jelen pillanatban nem tudom, hogy mi a cél, nem tudom, hogy holnan várhatunk egyáltalán segítséget. Három minisztériumba, illetve két miniszternek és egy államtitkárnak írtam levelet azzal kapcsolatban, hogy a szolidaritási adót engedjék el, vagy függesszék fel. Én nagyon remélem, hogy lesz bármifajta foganatja ennek a dolognak. Nyilván máshonnan semmilyen segítséget nem várok és nem is kapunk. Több önkormányzat már megjelentette, hogy milyen költséget és milyen kiesést jelent számára a koronavírus. Itt röpködnek a 10-20-100 milliók. Algyő esetében is nagyjából azt gondolom, hogy ott fog megállni a szám. Hát ezt valahonnan pótolni kell, ezt valakinek jó lenne, hogyha finanszíroznánk. Én úgy gondolom, hogy ez az államnak a feladata, és továbbra is várom azt, hogy az állam hogyan fog ezeknek az önkormányzatoknak segíteni. Azt láttuk, és ezt még gyorsan elmondom, hogy a cég, a Javitúr NKFT egyetlen egy állami segítséget tudott igénybe venni, ez pedig a járulék kedvezmény, bizonyos járulékokat a dolgozók után nem kellett befizetni. Egyetlen baj van, ha nincs bevétel, akkor a járulék kedvezmény túl sokat nem segít, mert attól még fizetést adni kell. Úgyhogy sajnos az óriás plakátok és a reklám szlogenek, ezek nagyon jól hangoznak, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy aki magáról a piacról él, és aki igénybe szeretné ezeket a reklámokban hangoztatott lehetőségeket, az nagyon sok esetben azzal találja magát szembe, hogy hát ezek a realitásban, a való életben ezek nem így működnek sajnos. Úgyhogy összességében nem lehangolni akartam senkit, és nem is az volt a cél. Én úgy gondolom, hogy dolgozunk, nagyon sokat dolgozunk, megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni nyilván a lehetőségeinkből, és én abban biztos vagyok, hogy december 31-ig, amennyiben
valószínűleg kell még nehéz döntéseket hoznunk, de december 31-ig rendben leszünk, a jövő év pedig már tiszta lappal fog indulni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignézték, akinek volt hozzá türelme, és tényleg azt kérem, hogy keressük egymást, hogy beszéljünk. Ez nagyon sokat szokott lendíteni a dolgon. Mindenkinek nyilván köszönöm a megértését. A most abban a helyzetbe került gyevintúros dolgozóknak pedig tényleg felajánlom, hogy jöjjenek, és ha kell segítség, akkor itt leszünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.